Az országban 3 millió munkáltatót és 4 millió munkavállalót érintenek azok az információk, amelyeket az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshow előadásai során a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkahelyi ellenőrzés fejlesztése érdekében átadnak a hallgatóságnak. Vásárhelyen a polgármesteri hivatal dísztermében Kisanyik Tímea, a Nemzetgazdasági Minisztérium tevékenység koordinátora tartott prezentációt a nagyszabású projektről. Majd a munkavédelmi felügyelő hívta fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi években a munkáltatók 4/5-nél tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot, amelyek a munkavállalók átlagosan 60%-át érintették. Kétfajta megoldást látok én a jövőt illetően. Egyik a szigorú hatósági munka, a másik pedig a szemléletváltás. Mi próbáljuk ezt a szemléletváltást előtérbe helyezni, és próbálunk egy olyan kölcsönös, együttműködő magatartást tanúsítani a munkáltatók irányába, hogy közös erővel próbáljuk ezt a munkavédelmi tudatosságot olyan szintre hozni, ami nagy mértékben befolyásolja majd a munkabalesetek bekövetkezésének valószínűségét. A munkaügyi ellenőrzések során a munkavállalók jogszerű foglalkoztatását vizsgálják, amelyhez a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény ad keretet. A munkavállalók belettek-e jelentve, ezen kívül, hogy megfelelő munkabért kaptak-e, illetve a bérpótlékok ki lettek-e fizetve, hogy nem dolgoznak-e többet a megengedettnél, illetve hogy eleget pihentek-e, illetve munkatörvénykönyve szerint lettek-e foglalkoztatva. A projektnek gyakorlati haszna is van, hiszen egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a biztonságban végzett munka nem csak a minőség javulásával jár, de a munkahelyi kockázatok megelőzésére fordított beruházások meg is térülnek. Azok a munkavállalók pedig, akik a munkavédelmi és munkahelyi ismeretek tekintetében jól informáltak, érdekeiket is hatékonyabban tudják érvényesíteni.